A Nyászberényi telephelyű Kutyákkal az életért alapítvány bázisán 12 vizsgázott kutya és 30 önkéntes kutya kiképző gyakorol mentőkutyás tevékenységet a hét valamennyi napján. Itt az a mentőkutyás kiképző bázison egy közel 2000 négyzetméteres alapterületű műrom van, amit már hát úgy körülbelül 2004 óta fejlesztgetünk, bővítgetünk. A legutolsó ilyen nagyobb megmozdulás a mögöttem lévő vasúti kocsi, amit a MÁV-tól kaptunk. Egy katasztrófa védelmi pályázat sikeres elbírálásával, valamint civil támogatók anyagi segítségével további 7 darab hajókonténert vásárolt az alapítvány. Ezeket olyan rejtekhelyek kialakítják, amelyek a földrengés sújtotta területeken előforduló túlélési lehetőségeket imitálják, amely egy-egy lakástűzhöz történő riasztáskor előnyt jelenthet a már gyakorlott kutyusoknak. Személy! Ez van. Személy. Erre a jeligére a kiképzett kutya már is felderítésre indult, és éles ugatással jelezte, mozdulatlan ember talált. Addig jelez, míg a kiképzője a helyszínre nem érkezik. Mondhatom azt, hogy minden bevetés sikeres, hiszen attól, hogy nem mi találjuk meg, attól az ember még valahol van, és nagyon sokszor az a munka, amit mi elvégzünk, az tulajdonképpen arról szól, hogy kizárunk területeket, és közöljük a rendőrséggel, hogy azon a területen nincs, tehát valamilyen más módszerrel kell keresni, de mondjuk ha átvizsgálunk 40 hektárt, az elég komoly információ a rendőrség számára. A Jászberényi Alapítvány tagjai önkéntes alapon a nap 24 órájában igyekeznek a rendőrkapitányságok rendelkezésére állni országos lefedettséggel. Egy 4-5 főből álló csapattal megyünk, ha szükséges. Elsősorban olyan kutyákat viszünk első körben, amelyek nyomkövetésre képesek, úgynevezett mentrailing módszerrel képzett kutyák. Ők nagyon hosszú időn keresztül képesek követni, nagyon hosszú kilométereken keresztül és időkiesésen keresztül is képesek követni az eltűnt személyek nyomát. Az alapítvány a mentőkutya kiképzésen túl vakvezető kutya képzéssel is foglalkozik, kutyaiskolát tart, és rengeteg hívást kapnak elgázolt, sebesült állatok esetén is. Amennyiben támogatásra méltónak ítélik az alapítvány tevékenységét, felajánlhatják adójuk 1%-át a képernyő látható számra, valamint a bankkártyás adományok is nagy segítséget jelentenek a sokrétű, nemes célú szolgáltatások lebonyolításában.